Kellemes muzsika szó, finom falatok, hűs italok, remek társaság egy kellemes helyen a falu szélén. Ilyen volt az idei csantavéri falunap, ahol nem csak a helyiek gyűltek össze, hanem a környező falvakból és Magyarországról is érkeztek vendégek. A kondérban 200 kg zúzából készült a pörkölt, amit csantavéri mesterszakácsok hagyományos recept alapján készítettek. Természetesen a főzőverseny sem maradhatott el, hiszen híres csantavéri specialitása csirkepaprikás. Több tucat bográcsban gázláng vagy kukoricacsutka felett rotyogott a jóféle csantavéri étek. Csonka Zoltán egy különleges csirkepaprikással nevezett a főzőverseny mezőnyéve csapatával, a régi csibészekkel. A régi csibészek olyan csibészkedtek össze, hogy egy részeg csirkéből csináltunk egy gyönyörű paprikást, különböző adalékokból, különböző technikákkal, fortéjokkal. A lényeg az, hogy egy nagy csapat összejött, és nagyon jól érezzük magunkat, mivel hogy a falunap ez megtörtént, már évek során történt. Itt ezen a szigeten nem olyan régen történik. Mink igazából nem olyan régen, tehát több éven keresztül ez működött, de mink először vagyunk kint. Milyenek az első tapasztalatok? Az első tapasztalatok az, hogy nagyon tetszik, nagyon szépen meg van csinálva a sziget, tetszik, a hangulat is jó, rengeteg barátunk van, rengeteg ismerős van, és a hangulat is jó. Itt az interjú előtt beszélgetünk arról, hogy titkos összetevője van ennek a csirkepörköltnek. Hát, mint ahogy az előbb mondtam, tehát részeg csirkéből kell csinálni, részeg csirkéből. A részeg csirkéből egy részeg paprikás lesz. Hát és akkor a csirkét hogy kell részegé tenni? Mivel megkérdezték tőlünk a zsűri, körbe járta a zsűri, és kérdezték tőlünk, hogy hát a pálinkát hogy fogjuk beletenni. És én ugyan frappánsan válaszoltam, hogy először ugye a szakács megissza, és a leheletén köröztül fogja átadni majd a paprikásnak a feelingit, és erre azt mondta, hogy le a kalappal, köszönjük szépen, tehát nem teszünk bele pálinkát. Lássuk, hogy kik voltak még bátrak megmutatni főzőtudományukat. Mi fül ebben a szép bográcsban? Hát én szerintem csirke. Csirkepaprikás? Csirkepaprikás. Hogy készített el? Hát hagyományosan. És ez mit takar? Sok mindent. Hát az ilyen kicsit részletesen van szabad. Hát hagyományosan, de valamikor régen, ahol főzték a csirkepaprikást, ez is úgy van. Nincs benne semmi adalék, csak a normál vöröshagyma, hús, só, bors, egy kevés, és ennyi. Mire számít a verseny? Gondolom nevezett arra is. Hát neveztem, de alapja véve nem nagyon érdekel a verseny. Hát most ami lesz. Én szerintem... Nem tudom, esetleg milyen emlékei vannak így a szigethez kapcsolódóan, és hogy tetszik így felújított pompájában? Én szerintem ez nagyon szuper. Le a kalappal, aki rendezte az egészet, csinálta. Nagyon jó. Első osztályú. Itt a környékén biztos. Most nálunk itt van egy 6-6,5 kilo csirke. Szerintem ez lesz első bogrács. Akkor nem, akkor bár, hogy emberek jó esznek, meg gyerekek, és nagyon élvezünk, meg ilyes. Nem tudom pontosan mondani, hogy első leszünk, szerintem. A bográcsban 200 kg zúza főlt, úgyhogy ott a nagy bogrács, ez volt a mai menü. Látom, hogy egy kisebb bogrács is, amivel csirkepaprikás. Főzte a csirkepaprikást. Versenyben volt az is? Versenyben, igen. Egyébként ez a csantavéri hentesek, ez hogy is mondjam, valami csapatnév, vagy egy cégér? Ez csapatnév, körülbelül olyan 10 éve járok főzni, úgyhogy ezzel a névvel. És milyen sikerekről tud beszámolni? Hát, van egy pár első helyezésem. Nem dicsekedhetek vele, de van.
Az Aquafight Fitness csapatának bemutatója megmozgatta a látogatókat. Göcő Kovács Gyöngyi és a jól edzett lányok először szerepeltek nagy közönség előtt. Szerintem, aki szeretne csatlakozni, az bátran tegyenek gondolkozzon, mert aki egyszer eljön, kipróbálja, az többet nem adja föl. Egy az, hogy bármikor, bárhol meg tudja védeni magát, a másik pedig az, hogy nagyon szépen át tudnak alakulni az emberek. Van, aki le tud nagyon szépen fogyni, akinek az a cél természetesen, és akinek erősödni szeretne, az pedig nagyon szépen meg tud erősödni. És végül, de nem utolsó sorban, itt a 2020-as esztendőben mi lesz a legnagyobb dobásatok, célkitűzésetek, mit szeretnétek megvalósítani? Hát mi most először lépünk fel ennyi ember előtt a csapatommal, és szeretném, hogyha minél több ilyen sportrendezvényen részt tudnánk venni. Esetleg Magyarországra átmenni? Nincs kizárva az se. Vörös Róbert ifjú zenész csapatával húzta a talpalávalót. Alig vártam már, hogy legyen valami nagy rendezvény. Lehoztam a kicsi zenekart, nagy zenekart, elmuzsikálgattunk egyik sátort, a másik sátorok egy kis sevét, egy kis kaja, amot, egy kis üdítő, a harmadik sát, jó, minden jó. Hát akkor gondolom, has nem maradt üresen, száj nem maradt szárazon. Nem, se egyik, se másik. Milyen emlékek fűzhetők ide a szigethez, neked, mint Csantavérinek? Mert nagyon sokan azért mondták azt, hogy hát régen ez egy nagyon szép hely volt, és talán most a régi pompájában tündöklik ismét ez a hely. Hát én tavaly voltam először, akkor volt az első szigeti napok, tavaly szeptemberben, akkor is nagyon jó rendezvények voltak, meg jó hangulatú volt, tehát sok ember megfordul. Végre valahova van egy hely, ahova csantavérjek ki tudnak mozdulni. És ezt szerintem sűrűbben kellene megcsinálni, mert így legalább tud az ember barátkozni, és olyan ismerősökkel, rokonokkal, barátokkal találkozni, akivel lehet, hogy hétközben, hétvégén szinte soha, de viszont itt meg van rá alkalom, meg esély. Melyek azok a programok, amelyek a legjobban tetszenek? Nekem maga azt tetszik, hogy ilyen sokan vagyunk. És akkor megyek sátorról sátorra, vagy tűzhelyről tűzhelyig, és akkor, szevasz barátom, gyere, még iszunk valami. Ez nekem nagyon bejön. Azért szeretek itt lenni, mert itt jó, sokan vagyunk, és akkor bírok játszani mindenkivel. Vártad már a falunapot? Igen, nagyon. Mégis mik azok a programok, amik a legjobban tetszenek? El tudnál nekünk részletesen mondani? Hát például a... nem is tudom... a röplabda, meg az ilyesmik. Vannak ceglédük, galambászok, izsákról, halasról, bezdán, klájtjevorú galambásportársak. És nem tudom, itt a szigetnek mi a varázsa ön szerint itt Csantavéren? Hát szerintem az tisztaság, a népet összetartsa, valahogy valami varázsa lett nekie. Én se tudom megmondani, de valami varázsa nagyon lett nekie. Esetleg nem tudom, régi szép időkből vannak emlékei, hogy milyen volt a régi sziget? Hát igen, vannak, itt volt csak egy folyó, itten Szátóföld, meg Nádas volt, ott volt egy ilyen kis locsola, amit mink mondunk, mint gyerekkorunkban, és most minden meg lett változtatva, egy szép környezetet kaptunk. Gondolom, akkor egyértelmű az öröm csantavériek számára. Igen, nagyon gyönyörű, és szívesen jövünk le ide. A csantavéri sziget rendbetételén helyi vállalkozók közös összefogással dolgoztak. Ezt az együttműködést méltatta a rendezvényen Pásztor István, a VMS elnöke. A cél megvalósítása érdekében ide mozgatták a falu apraját és nagyját. Rengeteg fát ültettek, utakat építettek, egy olyan közeget alakítottak ki, ami sokkal többre érdemes, mint hogy egy vagy két rendezvény kerüljön itt megszervezésre évente. Épp itt ebben a rendelkezésre álló rövid időben arról beszélgettünk, hogy mit lehetne itt olyan jelleggel szervezni, tervezni, ami hírnevet adna a falunak újra, hírnevet adna magának a szigetnek. A vidéki településeken élők számára a jövő kulcsfontosságú része az olyan közösségi terek létrehozása, amelyek a lakosság találkozási pontjaként szolgálnak, egy ilyen hely a sziget is.
Elsősorban arra gondolunk, ami itt Csantavéren megvalósult, a közösségi összefogásnak és a vállalkozók, elsősorban a Gebi cég támogatásának köszönhetően. Én azt gondolom, hogy Szabadkán is és más településeken is, meg Vajdaság más részein is az emberek megirigyelhetik azt, amivel itt a csantavériek rendelkeznek, ezt a gyönyörű szigetet, ami nem csak egy kirándulóhely, hanem strandjuk is van, egy igazi közösségi találkozóhely, ahol egész évben lehet programokat, rendezvényeket szervezni. Azt gondolom, hogy a vajdasági magyarság egésze is föl fogja ezt a helyet nagyon gyorsan fedezni, és olyan rendezvények helyszíne lehet, amelyek korábban vagy nem kerültek megrendezésre, vagy máshol kerültek megrendezésre, és egyáltalán nem csak csantavéri vagy csak szabadkai rendezvényekre gondolok, hanem összvajdasági magyar rendezvényekre. Valóban ünnepes Csantavér számára, hiszen páduai Szent Antal a település védőszentjének napja idén egybeesett a felújított szigeten zajló falunappal. Ami eddig történt, ez csak a bevezető. Erre nekünk nagyon nagyot kell építeni, mert ha van egy hely, ami ennyi embert ide tud vonzani, nyugodtan, boldogan, örömteljen, akkor nekünk ezt tovább kell, kötelességünk ezt a történetet tovább építenünk. És a jövőben milyen programokat várnak majd ide, milyen programokat szerveznek, mivel várja ez a sziget a környékbelieket, na meg hát természetesen a helybélieket is? Az ilyen alap dolgok, mint a strandolási lehetőség, a sportolási lehetőség, gyermekeknek kirándulási lehetőség, horgászás, szóval ez az összes többi, ami eleve ide vonz egy komoly létszámú embert, erre még rá kell építenünk, például egy különféle történet, hogy legyen például egy csantavéri szigetfesztivál. Az ifjúságra is gondolni kell, hiszen 16-tól nem tudom hány éves korig szüksége van arra, hogy a gyermekeink, a társaink itt legyenek, ezen a szigeten jó érezzék magukat, és mink ezért mindent meg fogunk tenni, hogy például egy csantavéri szigetfesztivál is kialakuljon. De egy böllérverseny elképzelhető, vagy egy vadászlőverseny, szóval a határa csillagoség. Tehát a csantavéri sziget igazi története csak most indul. Ha nincs is épp rendezvény, akkor is érdemes kilátogatni a Meggyes és a falu között jobbkész felől elterülő területre, ahol strandolási, horgászati és szabadtéri sütési lehetőségek mellett kulturált, tiszta környezet, friss levegő, vidéki csend vár minden látogatót.